Csütörtök kora délután mérsékelt a forgalom Nyírtelek bevezető szakaszán, hétvégente azonban több ezer autó halad erre Tokaj felé. A város infrastruktúrális fejlesztése 2017-ben kezdődött. Először a kerékpárosok biztonságos közlekedését segítő kerékpárutat építették ki a 38-as főúttal párhuzamosan, tavaly pedig az elkerülőt is átadták. A kerékpárút az a turizmust is elősegíti, de az itt élők biztonságát is elősegíti, vagy szolgálja, hiszen nem kell a forgalmas autóktól, kamionoktól zsúfolt főútra kimenni. És most egy plusz szolgáltatással kiegészült, a Magyar Közútnak köszönhetően hazai forrásból még a Szent István út, amely az egyik fontos utcája Nyírteleknek, egy hosszú utcája, több mint egy kilométeren keresztül megújult. Ezt azért is tartom fontosnak hangsúlyozni, mert iskola, óvoda van a Szent István út közelében, vagy közvetlenül mellette, és nagyon sokan járnak ide, és így most már európai módon egy biztonságos, jó minőségű úton közlekedhetnek. Ezzel a polgármester és a lakók régi vágya teljesült, hiszen ez a város legforgalmasabb útszakasza. A 38-as főút 30 és 32-es kilométer kő közötti szakaszáról naponta több ezer autó fordul le a Szent István utcára. A kereszteződés biztonságosan tételét szolgálja az új útburkolata, zebra és a forgalomsziget kialakítása. Az útburkolat kialakítását pedig a Szent István utcán is folytatták. 1250 méter hosszan újult meg, ami nem csak azért fontos, mert a Szent István utca maga megújult, és a Szent István utca az egyik leghosszabb utcánk, hanem a Dózsaszőlősi résznek ebbe kapcsolódik bele a Puskin, illetve a Rákóczi utcája is, ami igen hosszú. Ez körülbelül 1500-2000 embert érint, tehát a belterületi résznek közel egy ilyen háromnegyede itt közlekedik, függetlenül attól, hogy itt lakik, vagy nem. A komplex útfelújítási program keretében a 38-as főút felújítása során a szakemberek a burkolat profilmarását, majd felület tisztítását követően 4 cm vastag kopóréteget húztak a felújítással érintett szakaszra. Cserélték a sérült úttartozékokat, valamint a vízelvezető árkokat is tisztították. Két új buszöblöt is kialakítottak, egyet pedig felújítottak. Ennek a beruházásnak az értéke az bruttó 120 millió forint. A Szent István úti csomópont elkészítését követően a Magyar Közút Nonprofit ZRT saját forrásból és saját kivitelezésből további 1,2 km hosszan több mint 1000 tonna aszfaltot tudott beépíteni ebbe az útszakaszba. Két rétegben. Ezt a Szent István utcát is tartós burkolati jelekkel láttuk el, valamint mindkét oldalon egy méter szélességben 330 tonna kőzúzalék felhasználásával nemesített patka került megépítésre. A teljes beruházás Nyírtelek önkormányzatának nem került pénzbe. A pályázatot, a felmérést és a kivitelezést is a Magyar Közút Nonprofit ZRT szakemberei végezték el.